No, lássuk. Ezt meg lehet meg nézni. Meg kell néznem közelebbről. Akkor nézzed közelebbről, tessék. Igazából csak felirat. A te házadat szentség illeti uram Z. A-val kezdődik, Z-vel végződik. Tehát, mit kell most tennem? Tehát megvan az üzenet. Egészen pontosan itt ez. J3 tulajdonosa. Ja, nincs is a többi? Na mindegy, szóval az éke alattam a legbeszédesebb ez. Azt mondjuk nem tudjuk magunkkal vinni. Ja, vissza! Törökfürdő. Az üzenetet kicsikét ő jobban le fogja tudni fordítani. Kicsit nagyon jobban le fogja tudni fordítani. Hello. Csak én vagyok megint. Látom, látom. Tanár úrhoz? Igen. Nem unja még? Na menjen, menjen! Köszönöm. Igazán kedves. Az. Mondjuk igazából tényleg nagyon kedves, hogy beenged minket, mert simán elkerhetné a zárát, akárhányszor bejövünk ide meg ki. Hát de mindegy. De igazából nem unom még. Igazából a szifratárba eltöltelik egy egész napot. Tudod, hogy milyen király ez az arc? Bocsánat, zavarom, tanár úr. Jaj, már megint maga? Újságírókám. Na mi van, nem volt elég speciális a törő sírkő? De nagyon is érdekes volt. Találtam rajta egy feliratot. Feliratot? Na, az nem tipikus egy törő sírkőben. Mi állt rajta? Egy mondat, amit nem tudok pontosan értelmezni. Az éke alattam a legbeszédesebb. Ejha, hogy én ezt eddig nem vettem észre. Persze elég magasan van. Mert hát végül is nem mindig néztem meg ezeket a nagyjából egyforma köveket. Mit mondott? Az éke alattam... A legbeszédesebb. Mit jelenthet ez az éke? Az éke minden bizonyon a talizmán lehetett. A talizmán? Igen. Abban a korban sok rangos török viselt talizmánt a turbányán. A talizmán a rontástól meg a rossz szellemektől volt hivatott védeni a gazdáját. De szerencsét hozott a szerelemben, vagy a csatában. Más magyarázat nem nagyon lehetséges. Az éke alattam, az éke minden bizonyan a talizmán lehetett. És akkor az alattam kifejezés a török fejére utalhat? Ezzel a logikával az is lehet. De én inkább a sírra gondolok. Hiszen a sírkő alatt a sír van. És nyilván a talizmánt, ami a turbánt ékesítette a viselőjével együtt, a sírba temették. És mitől a legbeszédesebb? Hát, azt nem tudom, fiam. De hát, egy régésznek minden olyan sírbeszédes, ahol nem csak csontokat talál, hanem mindenfajta más tárgyakat. Például egy talizmánt. A fene tudja. Mondjuk tényleg nem valami egyértelmű, így ezzel a magyarázattal sem. Kénytelen vagyok megkérdezni, tanár úr. Nem tudja véletlenül, hogy hol lehetett ez a sír? Hol lehettek eleve török sírok Egerben? Már vártam a kérdést, újságíróká. De sajnos nem tudok semmi érdekeset mondani magának. A török kopjafők nagy része az úgynevezett Tetemvár környékéről került elé. Már a nevében is temetőre utal. Megnézheti a környéket a vár hátsó bejáratától kifelé végig a sínek mentén, de ne élezze nagyon a kincskereső fantáziáját. Az már régen nem temető, hanem egy beépült városrész. De a török kövek nagy része onnan került elő. Ez tény. És... esetleg más ötlet? Még akar sírokat? Hihetetlen ember maga. Tudja mit? Menjen el a várba. Török kopjafőket ott is talál, de feltáratlan sírok ne várjon. Azt kéne, hogy nekiálljon neked ástra. Nem, ilyen terveim nem voltak. Jaj, ne mondja már nekem. Ha megérezni a kincs szagát, ástra, mint a vakond. Maga is emberből van, bármennyire New York-i. Apropó. Volt már fenn a várba? Nem, még nem. Pedig Egernek az egyik legnagyobb csoda a vár. Tudja mit? Menjen el a Turinforba, kérjen egy prospektust. Ott van a Bajcsi Zsilinszki. Tudom. Igen, gyakran járok abban az irodában. Na tessék. Akkor kérje meg a Julikát, hogy kísértesse fel magát a várba, jó? Több sírkőről nem tudok, több kincsről sem. Van még kérdése, barátom?
Nem, nincs. Bárcsak nem. Egyelőre nincs. Köszönöm, tanár úr. Viszlát. Jaj, ebben a városban mindenki ismer mindenkit. Tisztáról olyan, mint egy falu a 90-es években. Csá! Jó, kérdés, hova menjünk? Van most több fajta útvonalunk. Van egy Egrivár, meg van a Tetemvár. Menjünk a Tetemvárba, az gyorsabban megvan, mert nem valami nagy. De mondjuk ez a sétány, ez nagyon kellemes hely. Nagyon jó itt sétálni. Sokan szoktak erre menni futni például, sportolók. Ez a hely valóban nem emlékeztet sem várra, sem temetőre. Hangulatos környék. Az biztos. És itt van item, amit tudunk, meg is találtam. Egy rozsdás csákja, vagy horgony. Mit keres ez itt? Az minket várt, hogy felszedjük. Meg, itt még információ van a Tetemvárról, akit érdekel. Aha. Tehát ne is keressek itt sírköveket. Ja, de ezt a cifra is megmondta, tehát... Akinek nem egyértelmű, ezt is el tudjátok olvasni. Aki el akar, tudom, hogy úgysem fogja elolvasni senki sem. Dehogy nem. Tudom én azt. Na, és akkor ezért jöttünk. Tehát egy item, meg az információ, hogy itt tényleg ne keressünk semmit se. És csak ennek a helynek külön van egy remixelt változat ennek a zenének is. Ebből a zenéből. Kicsit szolidabb. Nagyon kár, hogy nincsen valami nagyon frankó, rendes soundtrack, ilyen official soundtrack ebből a játékból. Frankon megvenném. Jó, tehát ennyi a Tetemvár. Igazából ennél többet nem is fogjuk ezt látni, csak itt lesz a térképen. Mondjuk ezt nem tudom, hogy a térkép jelzése szerint ez mi akar lenni. Olyan, mint hogy egy rakás ilyen tekercs lenne összekötve. De valószínűleg ez ilyen török, sírköveket akarna jelölni. Na mindegy. Akkor az izgalmasabb része. Úristen, oh boy! A napnak a legjobb része most következik. Az Egrivár harcosai büszkék lennének. Európa szerte egy hatalmas nevezetesség. Az Egrivár. Valóban impozáns látvány. Igazán megérne egy hosszabb sétát is az Egrivár, de most sietek. Dehogy sietünk, hát mit hülyéskedsz? Szépen, kényelmesen megyünk. Körbe, jobbra, balra. Mondjuk... Tényleg nagyon régen voltam az Egrivárban, tehát lazán már 10 éve, és nem tudom, hogy most hogyan néz ki, de imádom. Nem csak a kilátás, hanem olyan sok látnivaló van ebben a múzeumban, tehát több épület van, és mindenhol más van. Több bejárata is van amúgy az Egrivárnak. Mondjuk kár, hogy nem az egész Egrivárat lehet bejárni, tehát az sokkal érdemesebb inkább személyesen elmenni és körbejárni, mert egyszerűen fantasztikus a kilátás. Jó, nem akkor olyan magasan vagyunk, mint a minaretnél, de akkor is nagyon frankó. Egy egész napot eltöltenek itt. Ja, megfordult a fejemben, hogy milyen lehetett még annó, mikor a nagy harcok folytak itt a törökök ellen. Hogyan tudták egyáltalán visszaszorítani azokat a törököket? Egyszerűen lehetetlennek néz ki, és egyszerűen fantasztikus eredményt értek el. Kimagaslóan jók voltak. Na mindegy, lényegében itt vannak ezek a török sírkövek. Ismét csupa jelöletlen török kopja fő. Nem, ezek nem segítenek. Nem, igazából nem is kell, hogy segítsenek. És ez majd kelleni fog nekünk később. Máshova nem is nagyon lehet menni.
Tehát igazából ennyit lehet látni a Angry Birds-ból. Rippin Pepperoni. Menjünk vissza. És instant szívroham új fent. Szia! Hello, Juli! Mi újság? Hallom, nagy lépésekkel haladsz előre. Na, és megint működik a kamera. Találkoztál Cipra Laci bácsival? GIF már minőségben. A török fürdőben szokott úszni. De te honnan tudod ezt? Mondhatnám azt is, hogy Eger nem nagy város, de nem erről van szó. Cipra tanár úr nálam járt, és hagyott neked üzenetet. Nekem? Üzenetet? Erre te sem számítottál, detek. Kiszállt a kádból. Nálam volt, és annak a New York-i fiatalembernek üzeni, hogy elfelejtettem mondani, hogy néhány éve találtak egy értékes talizmánt a várban. A földből ásták ki. Semmilyen nem utal a származására, semmire. Azóta is a vár múzeumában van kiállítva. Azt mondta, kísérjelek el, és nézzük meg együtt. Na, és elkísérsz? Sajnos nem tudlak, ma rengeteg dolgom van. Te meg nyilván azonnal rohannál. Érdemes megnézni. Tényleg szép darab. Én is elfogadnám a ruhámra. Rosnak. Emlékszem a megtalálására is, apám mesélt róla. Ó, a papád régész? Nem, de nagyon sok mindenről tud, ami a várban történik. Ő a biztonsági őrök főnöke. Egyébként ma van a születésnapja. Akkor boldog születésnapot kívánok a papádnak. Rendben, átadom neki, ugyanis épp itt áll mellettem. Majd elmondom. Na most megyek. Jó kincskeresést! Körülbelül akkor ilyen idő tájéken most már valószínűleg délután lehet. Juli valószínűleg befejezte a munkáinak a nagy részét, főleg, hogyha az apja is ott van mellette. De mindegy, nem erről van szó, vissza a várba. És van egy új helyszín. Ja, tényleg nem is néztük meg ezt itt. Excuse me, ladies, coming through. Dobó István szarkofágja. A megérinthető legenda. És az egykori hős várvédők névsora. Ez tehát a hősök terme. Nem tudom, hogy ki készítette ezeket, de olyan irtózatosan nagy, zseniális emberek lehettek. Wow. Milyen kell, hogy nem tudom elolvasni elejétől a végig az összes nevet, de azért bele lehet olvasni néhány névbe. Sok János, Mihály, Péter, Kovács, Ferenc, György, Gergely, Mihály, wow. Tamás, Péter, nagyon, nagyon sok Tamás van itt. Az lehetett volna nagyon komoly, így megmondani, hogy szóljál már a Tamásnak, melyiknek? Itt aztán lehet, hogy összekeveredtek a nevek. Meg akkor se segített, hogy a vezeték nevén szólítottak. Nagy. Jézusom, ez a nagy család, ez nagyon nagy lehetett. Nagy Péter, kétszer Nagy Péter, háromszor Nagy Pál. De úristen. Nagy volt a nagy család. Szó szerint. Wow, hát itt aztán érdekes lehetett volna megszólítani az embereket. Biztosan valahogyan leegyszerűsítették ezt. Frankon ilyen baromságokon gondolkodok. Mindegy. Dobó István nagy vezető, az ész a csapatban. Na, de még jó, hogy ezt meg lehet nézni. Meg a nagy családot is megismerhettük. Na, igen, új terület, ide végre föl lehet jönni, mert az előtt nem lehetett. Fönn van egy múzeumi rész. Megkeressük azt a talizmánt, amiről szó volt. A biztonsági őrök mindig tudnak mindenről. Ah. Jó napot kívánok! Kívánok! Tessék! Egy bizonyos török talizmánt keresek. Meg tudnám mondani, hol találom odabent a múzeumban? Talizmánt? Várjon csak! Ja, bévül van egészen a piros teremben. Bévül van? Van egy nagy ott keresek! Köszönöm a segítséget! Nincs mit kérem! Egyen meg, de aranyos. Bévül van, kérem. Igazi jó öreg magyar. Jaj, vigyáznom kell. A múzeumokban mindig elveszek a részletekbe. És ez is egy olyan múzeum, amit nagyon szépen körbe lehet járni, legalábbis csak a felét. De igen, nekünk nem ez kell, hanem bévül van ott a piros teremben. Ahun van-e ott hátul? Keressük meg azt a talizmánt. A tölyök talizmánt. Nénikém, bocsasson meg.
tölyök talizmán keresek. De nem lehet vele beszélni, nem is kell. Nekünk elég az, hogy piros terem. Többit én már tudom. De, ó, micsoda kiállítási darabok. Ó, pajzsok. Fegyverek, ruházat. Páncél. Egy rakás. Köcsög. Meg egyéb hasznos tárgyak. Na mindig nekem ez kell itt. A műtárgy restaurálás alatt. A francba. Most mit tegyek? Pont az egyetlen egy műtárgy, ami nekünk kell. Mondjuk nem hiszem alapértelmezetten se, hogy engedték volna, hogy kivegyék a vitrínből, és hogy meg lehessen tapogatni. Szerintem olyan véletlenül sem engedték volna meg. Ezt nem lehet elolvasni. Ezt mondjuk ez szépen néz ki. Olvasható betűtípussal. Ez mi? Ez valami kárpit? Valamiféle szőnyeg. Valami mintás szőnyeg. Feltételezem? Nem vagyok benne biztos, csak feltételezem. Wow, kulcsok. Ollók, fú, elég rozsdásan néznek ki, szar állapotban vannak, nagyon lettek használva. Lakat, wow. Wow, mint hogyha agyon égették volna ezeket a eszközöket. Azt meg lehet nézni? Nem, ez ugyanez. Ó, ezt is meg lehet nézni. Wow. Ez valami kódexből lehetett kimásolva. Ezek a motívumok, maga a betűhasználat, a nagy betűvel kezdődik. Ez, nem tudom, ez talál latin. Nem tudok latinul sajnos. Mondjuk akkor a magyar régen is multikulti volt, akkor ezek szerint mindenkinek latint kellett tanulnia. Én nem beleolvastam, próbáltam elsajátítani egyszerűen a latint. Úristen, ne! Rosszabb, mint az orosz. Borzalmas. Nem szeret. Alapjáraton sem szeretek nyelvet tanulni. Örülök, hogy az angolra megbirkózok. Többé-kevésbé. Ó, és ezt pont nem lehet megnézni, pedig ez olyan jól néz ki ez a makett. Ott, ezt bezzeg meg lehet nézni. Könyörgöm. Ó, ékszerek, gyűrűk, pénz. Nagyon szép fülbevalók, meg mit tudom én, mi a tököm kínja. Ez micsoda ez az oszlop? Na mindegy. Jó, tehát a talizmán nincsen a helyén. Nagyjából megnéztük a múzeumot úgy, ahogy engedte. Ne haragudjon, hogy megzavarom, de nem találtam a talizmánt. Azaz, megtaláltam a helyét. Azt írták egy papírra, hogy restaurálás alatt van. Hát, ha azt írták, akkor biztos úgy van. Meg tudnám mondani, hogy meddig tart egy ilyen restaurálás? Biztosan eltart egy darabig. Nem szokás az elkapkodni kére. Értem. És ilyenkor hol vannak a restaurálandó tárgyak? Valószínűleg a restauráló műhelybe. Aha. Megmondaná, hol találom azt a műhelyt? Nézze. Én megmondom. Ott van lent az udvaron. De hadd figyelmeztessem nyomatékkal. Nem érdemes abba gondolkodni, hogy oda bejut. Mert hogy egy, idegen oda be nem léphet. Kettő, most ment szabadságra az Erzsike. Nincs itt semmi restaurálás ezen a héten, biztosan. Értem. Köszönöm a felvilágosítást. Kérem. Ez is annyira aranyos, ez az ember. Olyan kell, hogy olyan keveset beszél, de amit kimond a száján, az is golden. Tudjuk, hogy nagyon szerethető figura. Már az is elmosolyodok, ahogy ránk mosolyog. Na mindegy, ugye mondta, ide már jártunk itt a restauráló műhelyben jártunk már. Na. És ide kéne majd eljutni, de csak a helye. Csak a helye az, ami kell. Ez tehát a restauráló műhely. Igen, ennyi. És nincsen se nyitva, se semmi. Ja, csak egy ajtó, az csak. Ja. Még az a mező, hogy nekünk vannak kapcsolataink. Ott van természetesen Juli, és ott van ugye a papája is, aki az itai biztonsági őröknek a főnöke,
Tehát, innentől nem nehéz kigondolni, hogy mi lesz a következő lépésünk. Kérem szépen, információra van szükségünk. Hogyan tudunk bejutni a restauráló műhelybe? Mert nekünk mindáron meg kell néznünk azt a bizonyos talizmánt, ami még az se biztos, hogy kell nekünk, mert még nem is volt restaurálva. És Juli nincsen bent, viszont most tudunk először beszélgetni ezzel a hölgyeménnyel. Hello, kisasszony. Én Sárosi Julit keresem. Á, biztosan te vagy, Jonathan. Szia, engem Évinek hívnak. Juli kolléganője vagyok. Juli nincs bent, vacsorázni ment a papájával. Tudod, ma van a papája születésnapja. Igen, tudom, Juli említette, de nem mondta, hogy... Akarsz neki hagyni üzenetet? Biztosan visszajönnek, mert a Gyuri bácsi itt hagyta a kulcsait. Nem is tudom. Juli azt talán találsz papírt meg tollat. Ír neki, biztos örülni fog. Jó, jó. Írok akkor neki üzenetet. Most telefonálni sem tudnánk, mert biztos kikapcsolja a mobilját. Na hallod, én is kikapcsolnám. Esetleg tudok neked segíteni valamit én is? Igen, mondjuk ne vágják közben minden szavunkba. Vagy, de nem. Tényleg az lesz a legjobb, hogy az nagy segítség lenne. És majd felhív holnap. Csak nyugodtan, addig én megírok egy jelentést. Utána úgyis zárnom kell. Ennek a nőnek nem kell adni több kávét. Nem elég, hogy minden szavunkba belevág, így elég hirtelen. És mondjuk lényegre törő az mondjuk nem negatívum, de... De ez... mindegy. Tehát üzenet írása. Kulcs. Tolvaj. Véletlenül se hallotta meg, persze. És csak így kimenjünk az ajtón. Ez nem volt szép, de szükség törvényt bont. De ennyire jó ember. Még egyszer elmondom, egy olyan talizmáról van szó, ami nem is biztos, hogy az, ami mi keresünk. Hát a Jumbo Jack is mekkora troll lehetett, hogy így olyan üzleteket hagyott el, hogy így a következő nyomot az biztosan nem fog tudni megtalálni, ezt szét vannak szorva egerben, keressed meg, baze. Na jó, tehát várjunk csak, mi kell nekem még? Igazából ennyi kell nekem, a kulcs, a csákja és a... Ja, a kötél. Hol a kötél? A kötél az... Az a jámbornál van a kötél. Na. Ajja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 jj
kulcsot használni minden egyes belépéskor. Na kérem, itt van az a kötél. Egy jó, erős kötél. Vajon Jámbor úrnak miért volt szüksége rá? Hát, hogyha nem volt nagy kalandor, akkor másodosztályban lehetséges, hogy suicide hajlamai voltak, és mondjuk ma is fel tudnánk használni ezt a kötelet a mostani generációhoz inkább. Néha én is kívánnék egy kötelet, csak úgy. Na mindegy, senki ne értsen félre semmit sem. Égyni. Amint leszáll az éj, indulhat az akció. Én össze kellett kombózni a kötelet meg a csákját, és most action time lesz. Elérkeztünk, ez a nap fénypontja. Még Juli és a papája kellemesen vacsorázik, addig mi betörünk konkrétan a várba. Az nem bűnöző. Persze, hogy nem bűnöző, nyomozó. A nyomozók általában falat szoktak mászni, és betörni a várba. Mondjuk bátor gondolat. Hát nem voltál te ötös kötélmászásból? Pedig ott van még a falat segítségnek is. Azaz, gyúrni kell, John fiam.
ezt se hallotta meg senki se igazából. Jó kis őrök dolgoznak itt környéken. Mondjuk a tervében az tök jó, hogy bemászik a várba, és behatol a restauráló műhelybe, így betörik konkrétan, csak így naturban. Viszont azt nem tudtam sose, hogy volt esetleg Jonathannak menekülési terve, menekülési útvonala. Mert az oké, hogy egyelőre bemegy, viszont hogyha a vár faláról hogy akar majd kimenni, hogyha úgy egyáltalán azon az úton akar-e kijönni, ahol bement. Csak egy gondolat, majd gondolom, ő se gondolt át teljesen, csak így improvizál. Még nem tudom, hogy miért hagyták nyitva a külső ajtót, valószínűleg szellőztetés miatt. Mondjuk így egerek, patkányok, mindenféle csodabogarak bemennek. Néha egy-egy Jonathan. Ja, és az olajlámpa is persze, amit a pincéből hoztunk el. Meg jó, hogy olajat nem kellett keresni hozzá. El is használtuk a kötelet, meg a dolgot. Csak kérdés, hogy hova tettem. Ez engem valamiért érdekel. Na. Az a helyzet, hogy tökömet szar se látok. Tehát, elméletileg ez kell nekünk. Valahol kell lennie világításnak. Van is. Mindjárt jobb. És ez itt... Lehet, hogy épp a talizmán. Ja, nekünk ez kell, viszont engem valamiért mindig is kíváncsivá tett, hogy ezek itt mik akarnak itt lenni. Hát nem értek a kémiához, se a vegyszerekhez, de ilyen kék, meg piros, meg ilyen húgysárga löttyöt, nem tudom, hogy ezeket mire használják. Elég félelmetesen néz ki, mint egy teljesen rendes kémikus, de kicsikét olyan, nem tudom, kicsikét túl soknak tartom ezeket a süvegcséket. Olyan, mint hogyha valami őrült tudósnak a helyén folyna a restaurálás. Na mindegy, tehát ez kell nekünk. Mondjuk rohadt szép. Kíváncsiak, milyen anyagból készült. J4. J4. Boldogi. Van benne még más is. Nem viszi el, hanem inkább lemásolta az írományokat. De legalább láthattuk Jonathannak a jegyzetkönyvét, ami ott ugye fenn a sorokban. Ezt mindent szépen visszapakolja.
nyissa ki az ajtót! Tudjuk, hogy oda bent van! És akkor most jön a GTA-s felirat, hogy így vészted. Megy a börtönbe. Aki nem bűnöző, persze. Jonathan, nem hittem volna, hogy egyszer majd így mutatlak be a papának. Apa, ő Jonathan. Ne haragudj. Jó estét. Sárosi György. Elmesélné fiatalember, hogy mi a francot keresett? A talizmánt. A talizmán kellett nagyon megvizsgálnom sürgősen. Ennyire sürgősen. Maga megbolondult. Tudja, mit csinált fiatalember? Maga betört az Egri Történeti Múzeum restauráló műhelyébe. Ez bűncselekmény, fiam. Igen. Meg tudná ezt magyarázni? Hát nem igazán. Tudja, egy nagyon fontos történelmi rejtély nyomait kutatom. Egyszerűen nem tudtam heteket várni ahhoz, hogy közelebbről megvizsgálhassam a talizmánt. Apa, Jonathan nem tolvaj. Hát Julikám, ezt ebben a helyzetben elég nehéz elhinni. Kérem, igen, Sárosi, György úr pártján vagyok. Semmi bizonyítékom, de higgy el, hogy semmi rossz szándékom nincs. Én nem akartam ellopni az ékszert, csak meg akartam nézni rajta egy üzenetet. Miféle üzenetet? Tudod, apa, meséltem neked, hogy Jonathan furcsa üzenetekre bukkant, amelyek a török korból származnak. Igen. Ja, igen, mondtad, és legalább megtalálta ezt az üzenetet? Igen. És ezzel bezárult a kör. Ja. Akkor adja ide a kulcsomat, hogy ezen mered az ajtó is bezárulhasson, és menjünk innen, mielőtt még valami nagyobb baj történik. Remélem, hogy nem csináltod amely semmilyen fölfordulást. Nem nyúltam semmihez. És Sárosi úr, arra kérem, hogy ne haragudjon. És bár tudom, hogy az alkalom nem a legmegfelelőbb, de engedje meg, hogy nagyon boldog születésnapot kívánjak. Hát ez az. Nekem most nem itt kéne lenni, hanem a völgyben, hogy felejtsek ezt-azt az elmúlt 55 évből. Istenem, hát ez egy szép kor. 55 év, nem rossz. Csinálják itt nekem a cirkuszt. Na, mit bámulnak. Menjünk, ígyunk valamit erre a nagy ijegységre, aztán, hogyha akarják, akkor elmesélhetik ezt az egész zavaros történetet. Javás. Úgy lehet ilyen mázlistán kikeveredni ebből a történetből, ebből a helyzetből. Negyedik nap, boys! 2005. 9.20. Mint hogy csak a nagybátyámat látnám reggelente. Hú, Boltogi. Julinak igaza lehet, ez kivételesen tényleg egy név lehet. De ki ez? Ki lehetett ez a Boltogi? Úristen. Na, ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, és örülök, hogy végeztünk, de igazából ez volt a játéknak a csúcspontja. Ennél lesznek még izgalmas dolgok itt a történetben, ugye most már túl vagyunk a játéknak a felén, és a negyedik napon meg a Boltogi után fogunk majd nyomozgatni. Ez annyira nem lesz érdekesebb, vagyis nem annyira érdekesnek érdekes lesz, csak nem lesz annyira izgalmas, mint a harmadik nap volt. Na mindegy, ja igen, megmutatom nektek még gyorsban, ami benne volt a talizmán belsében, ez a kis cucc, ez egy vers volt. Yumu Jacknak, aki írt egy verset, nem tudtam, hogy költeményekkel is foglalkozik. De... igen. Igen, ennyi volt. Igazából magához, a nyomozáshoz nem tesz hozzá, egyszerűen csak egy ilyen kis aranyos kis vers részlet. Ennyi. Na, ennyi lett volna akkor a harmadik nap. A negyedik nap hamarosan
folytatom. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte, és nem foglak megvárakoztatni titeket még egyszer egy újabb egy-két év kihagyással, tehát most már tényleg be fogom fejezni. Addig nem fogom kipakolni az epizódokat tényleg, amíg be nem fejeztem rendesen a végigjátszást. Úgyhogy köszi szépen mindenkinek, aki megnézte, találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!